A biztos bennmaradást megcélozva vágott neki harmadik szuperligás szezonjának az NTK. A 12 csapatos mezőnyben 100%-os teljesítménnyel a Szeged végzett az élen, megelőzve az Alaegerszeget és a Lépcelakot. A nyíregyháziak a 9. helyen zártak úgy, hogy az utolsó forduló előtt Fintáéknak még esélyük volt a 7. hely megszerzésére is. Az utolsó fordulóba dőlt el, hogy csupán a 9. helyre tud felkapaszkodni a csapat, bár hozzáteszem, hogy egész szezonban igazából nem voltak kiesési problémáink, azonban hiába értük be a Kaposvárt pontban, de sajnos rosszabb szettarányjal mögöttünk végeztünk, és az utolsó fordulóba, mivel a Vasasszonyfa diadalmasodni tudott a Kaposvár otthonában, így a Vasasszonyfa is előttünk végzett, úgyhogy azt lehet mondani, hogy könnyen akár 2 helyet is előrébb léphettünk volna, de úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem csalódás ez a 9. hely. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen stabil évet zárhatunk úgy klubszinten. Voltak szomorú hazai vereségeink idegenben, 1-2 remélt győzelem helyett vereség, de úgy gondolom, hogy itt hazai pályán óriási bravúr volt először a Ferencvárost néhány fával megverni, majd pedig a győri a világbajnokkal felálló csapatot megverni, úgyhogy ezek mindenképpen olyan mérkőzések voltak, amik igencsak emlékezetesek maradtak jó néhány játékosunk számára. Az elmúlt hétvégén 3 játékos, Hakker Dezső, Kascsúra Zsolt és Szlovenszky Tibor képviselte a nyíregyházi színeket a Bátony Terenyei egyéni területi döntőben. Közülük Szlovenszky állt a legközelebb a továbbjutáshoz, de 16 fával ő is elmaradt az országos döntőt jelentő 600 fától. Nagyon színvonalas volt a rendezvény, 9 darab 600-as eredmény született. Tudtuk az elején, hogy 10 fő jut tovább a 40-ből, és 600 alatt nem lehet tovább, be is igazolódott. Sajnos nekem a szenzációs teli eredmény után a tarolásom gyengében sikerült, pedig korábban azért ez volt a főbb erényem, és így sajnos nem sikerült a továbbjutás. 584-es eredményem nagyon jó, de ehhez a szinthez kevés volt. A nyíregyházi játékosok még edzésben maradnak, ugyanis május 21-én a szatmárnémeti csapatot vendégül látva zárja hivatalosan a szezont az NTK.